Összesen 6000 új férőhelyet biztosítanak majd az új büntetés végrehajtási intézetek az ország különböző pontjain. 40 önkormányzat nyújtott be pályázatot a büntetés végrehajtás országos parancsnokságához, amelyben ingyen telket ajánlottak a börtönök építésére. Így végül 2018 végéig egy 1000 és 8 darab 500 férőhelyes intézetet létesítenek. A megyében Csengerben és Kemecsén építenek börtönt. Egy börtön építése az sok mindenben azonos, és sok mindenben különbözik egy átlagos építéstől. Mindjárt a bekerülési költség lényegesen nagyobb, hiszen egy férőhely megközelíthetőleg 10 millió forintba kerül. Ezt azért szükséges beáldozni, mert a biztonság az minden pénzt megér. Olyan munkálatokat kell előzetesen elvégezni, hogy megfelelő terv álljon rendelkezésre, megfelelő terület álljon rendelkezésre. A közművek úgy tudják kiszolgálni a leendő épületet, hogy zavartalan legyen a működés. És a közművek mellett természetesen az egyéb infrastruktúra ugyanolyan fontos. Egy börtön kialakításánál az is fontos szempont, hogy az épület megközelítése egyszerű legyen a dolgozók számára is. A pályázati elbírálásnál az is számított, hogy mekkora a munkaerő hiány az adott településen és környékén, mivel az új intézetek összesen 2500 munkalehetőséget is biztosítanak. Jelenleg több fogvatartott van, mint férőhely, ezért is szükséges a bővítés. Elrettentő példaként szokták Magyarországot emlegetni azzal, hogy még mindig 130% fölött van a kihasználtsága a börtönöknek. Ez Magyarország hozat vonatkozásában annyit jelent, hogy az a több mint 18 000 vagy 18 000 fő közüli fogvatartott, bizony nem mindig az Európai Uniós normáknak megfelelő körülmények között kerül elhelyezésre. Ma, hogy tudjuk biztosítani a megfelelő mozgásteret, a pihenéshez a megfelelő feltételeket, ahhoz elengedhetetlen egy ilyen ütemes fejlesztés. Az új büntetés végrehajtási intézetekben a szabadságvesztés végrehajtásának mind a három fokozatát kialakítják majd, így a legenyhébb fogház, a közepes börtön és a legsúlyosabb fegyház is elérhető lesz. Ennek két oka is van, az egyik, hogy a fogvatartottak minél közelebb legyenek a családjaikhoz, ami a kapcsolattartást is segíti, a másik pedig, hogy a büntetések az elmúlt időszakban egyre szigorúbbak és hosszabbak lettek, így mind a három büntetési fokozatra szükség van.